It does concern Red, after all. I'd like to tell them, Grandfather. Of course, my dear. Na? I'll take you to the spot where it happened. Come with me. Na, csak kiderül valami a sztoriból. We'll be heading to Mount Harsguy. Make sure you're prepared. Okay. I don't really get it, but sure, let's go! Jó. Come with me, there's something I need to show you. The spark of disaster. Strange Jackrabbit has continued the plague. First event after defeated Angrakul. Micsoda? Strange occurrence continued the plague for the forest, even after you defeat... Igen, akkor nem ő volt a probléma, nem a Nargacuga volt a gond. Brings the Elder Maulo conjures up old memories of Red and reminds of the Elfo past. As Red grandchild, you must learn about that past somehow, an anchorage that you had missed. Ah, jó. Mountain Harsguy. Okay. Azt mondta, hogy be prepared. Ami azt jelenti, hogy valószínűleg egy olyan csatába megyünk, ami probléma, akkor szerintem most jött el az ideje annak, hogy kezdjünk mi kombájnolni. Mahama Dunker, Potion, mennyit tudok csinálni? Iszonyú sokat. Hát, hogy 20-at csináljunk, nem? Akkor 19-et, így. Hát ebből csináljuk meg az összeset. Így 23-at. Ez az a jó, hogy amikor lenyomod az L-t, akkor rögtön híleli az egész partit. Quest info. Ezeket már be tudnám adni. Jó, ezeket mindjárt beadjuk akkor. Ú, rengeteg quest van itt. Atya ég. Ho-ho-ho-ho. Nobody needs health. Jó. Most vagyunk a Spark of Disaster-nél, aha, tehát akkor ez a harmadik nagy főküldetés. Jó. Jó. Akkor szerintem csináljuk azt, hogy megpróbálok itt upgrade-elni az utcaimon. Mindjárt megnézzük, hogy milyen új felszerelést tudnék esetleg forge-olni. Nézzünk először weapont. Réti Szolbet, köszönöm szépen a követést, üdvözöllek a csatornán. Hello, hello! Most már te is közénk tartozol. Üdv, srácok! Mindenkinek. Santa Curiver. Ó, Isten, ez hogy néz ki? Á, nem, ez egy nagy konyhakés, nagyon csúnya. Meg se csinálom, sem értelme. Lehet-e ezt upgrade-elni? Ezt nem fogom tudni upgrade-elni, mert nincs hozzá cuccom, de ezt még lehet, hogy tudom attól, nem? A Royal Ludroth kell hozzá. De az van nekünk. Van hát. Látok? Hogy van ez? Ja, ez egy pontot ad. Akkor egy, kettő. Az már túl sok. Hatot kell beletenni, akkor egy. És akkor kettő. Épp, hogy Gargava Feather kellett hozzá, Deliver. Egy picit upgrade-eltünk rajta. Do not change, persze, hát maradjon. Nézzük meg a bót, azon tudunk-e? Akkor így. Deliver. Akkor a bó is kicsit föntebb ment, az is egy picit tud majd most nagyobbat sebezni. Do not change, please. Maxos. Maxosra lehetne fejleszteni. De nem fogom tudni maxosra fejleszteni, mert nem lehet. Jó, mindegy, akkor mindegy, jóva hagyjuk. Akkor még nézzük meg az armort. De ezt nem fogom tudni upgrade-elni, mert ez brutál.
Nézzünk csak valamit. Azt mondja, hogy Engineth Armor tudnék, de az nem tudom lecraftolni, mert az Engineth-tel egyetlen egyszer harcoltunk egyik. Holy Jesus Christ! Hogy néz ki ez a felszerelés? Atya ég! Atya ég! Duramboros Armor, hogy néz ki? Hogy néz ki, srácok? Azt a mindenit. Wow! Holy shit! Hogy meg vannak már csinálva ezek a felszerelések? Nem. Ez elmebetegül néz ki amúgy. De most ezt nem csinálom meg amúgy, de nagyon jól néz ki. Wow! Tetszik? Oké. Okay. Ez már igen. Ezt már szeretem, amikor van ötlet. Amikor a fejlesztőnél van ötlet, amikor mernek dizájnolni egy olyan felszerelést, amiről tudják, hogy elmebetegül néz ki. De iszonyatosan király ránézni amúgy ezekre. Ja, ő lényegében a sztár új, ami már nekünk egyébként is van. Jó, akkor még egy prayer, és akkor megyünk vadászni. Szerintem egy lucky, és akkor legyen plusz pont, pray. Meg vagyunk. Galant. Hello. Right, Catavan. Nem szeretné. Jó, semmi gond. Nézzünk egy estit. Mindig csak nappal megyek. Nézzünk egy estét. Akkor kicsit a zene is megváltozik. Amúgy is már 5 óra elmúlt, ilyenkor már majdnem este van. Kiki nyugalomba. Bár nem tudjuk sose, hogy ki az a Kiki. Most már a kislány jön velünk egyébként, meg ugye a Legiana, ugye a srác. A Lead Manstit lecseréljük a Nargakugára. És a Nargakugán fogunk lovagolni. Így. Hogy néz ki? És a szárnyaim megy. A szárnyaim megy! Gyerekek, iszonyatosan jól néz ki! Hát, hogy néz ki? Stealth! Riding action stealth! Riding monster that you can stealth plus B, either cancel your presence for ma... This is only work on monster that you have not out of this... Ó, és akkor így nem ütközünk bele senkibe, értitek, srácok? Hát mennyire király? Hát mennyire király ez? Ó, Isten, ez nagyon-nagyon-nagyon jó. Wow, és így semmi nem fog észrevenni. És nem is tudok kijönni a stealthből egyébként. Tehát a B nem hozza vissza a stealthet. Nem baj egyébként, nem baj, engem nem zavar. Csak így nem látszik a gyönyörű kis monsterkém. És akkor naplemente van, srácok, aki szereti a Golden Hour-t, az most itt tündökölhet, mert ez itt tényleg nagyon-nagyon szép amúgy. Itt egy Royal Monster, azt mondja. Ez. Van itt olyan srácok a chatben, aki tudja, hogy a Royal Monsteröket megéri-e ilyenkor bepróbálni? Mert most csak így megdöbleni, nem akarok bemenni. Mondjuk ezzel a kis szörnyen nem megyek még neki. Mindegy, majd utána nézek én. Ha valaki tudja, akkor ne tartsa magába, hogy ezeknek... Bármint tudom, hogy neki lehet menni. Csak hogy értelme van-e, tehát hogy most annak nem látom értelmét, hogy bemegyek meghalni, nyilván, tehát az szerintem nektek se szórakozás, bár lehet. Hogy vett észre? Jön, neki futottam. Time to battle. Várjatok, lecseréljük a weapont a Cataclysm Sword-re. Yes! Na gyere, keszeg! Lássuk! Wait and see! Ő még nyilván kicsit sebez. Mert ugye mi még picike. Mi csak egyes szintű jelenleg. Nem jó rá ez a fegyver. Akkor viszont visszacseréljük a Blunt Weapon-t, mert akkor ezek szerint az jó rá a Venom Monster-t. Come back me. Nézzük. Speed attack-kal jönnek ők is.
Menekül. Egy elmenekült. Ellene meg nem jó a blunt weapon. Nem. Ellene ugyanúgy a bow lesz a jó egyébként. Nézzétek meg. Szerintem lőjük le ezt. Ezt lőjük le. Flee! Elfutnak! Ő nem tud elfutni. Lássuk mennyi XP-t kap. Azt mondja, hogy... Nagyon jó. Hát 4-es szintű lett. Jó van az. S-rankra megcsináltuk. Gargava Feather. Ez kellett az upgrade-hez. Akkor ezeket a csirkéket kell ölni hozzá. Oh, man! Akkor ez most derült ki. A csirkét kell ölni hozzá. Shit! Quick heal. Mindenki tristóroltunk. És akkor erre kéne menni. Alkalam Mountains. Egyelőre nem rakom magunkat stealthbe, mert annyira nem nagy... Na, erre még nem jöttünk el sose. Most járunk itt először. Úgyhogy lássuk, srácok. Mountain. Zagi. Magic Guy of Avmar, köszönöm szépen a követést, üdvözöllek a csatornán, most már te is közénk tartozol. Hello, hello! What do you think is going on this mountain? Frozen Throne nyomod, vagy a Ring of Chaos-t? Ah, most még a Ring of Chaos-szal játszottam, még az okozza nekem a legnagyobb, hogy is mondjam, nosztalgiát. Pull that lever. Aha. Ide kell jönni. És akkor gondolom, ezt meg kell nyomni. De a Frozen Throne az egyik legjobb kiegészítő, ami valaha elkészült a játéktörténelemben. Talán még a Brood War. Talán még a StarCraftnak a Brood War-ja. A kettő valahogy. De mindenképpen, ha folytatás, vagy kiegészítő, akkor csak Blizzard. Csak Blizzard. Azok a srácok, nem az Activision Blizzard, nem a mostani himpi-limpi hülye gyerekek, nem. A Blizzard, tehát a rendes hivatalos Blizzard. Azok a srácok, akik letették az asztalra a Diablo 1-et, a Diablo 2-t, a Warcraft 3-at, a Warcraft 1-et, a Warcraft 2-t, tehát azok, akik megcsinálták a valaha volt legfantasztikusabb játékokat ever. Itt most Mirano vélünk amúgy. Nincs kedvem velük harcolni, ha nem haragszotok. Jó. Nézzük tovább. Akkor már erre fölösleges volt eljönni, egyetlen egy virágot tudtam felszedni, szóval ha esetleg ti is játszanátok ezzel a játékkal, akkor nektek már nem kell ezt megcsinálni. Itt egy kérdőjel. Egyelőre még nem, hanem eljövünk ide. Eljövünk ide, és fel fogjuk venni ott azt a chestet. Pénz volt benne. Jaj. Bocs. Kislány. Nem akartalak itt hagyni. Na szóval, akkor ezeket kéne itt meghúzogatni. Húzogassad? Ah, itt nincs feladvány, itt csak meg kell nyomni a gombot. Már teljesen hozzá vagyok szokva a Zeldához, hogy állandóan mindenhol puzzle van. Ami amúgy módfelett idegesítő. Egyfolytában puzzle-öket csinálni, tehát ez így...
Ez nekem kicsit sok volt már itt tegnap. Így éreztem, hogy már itt kezdek besokalni az egésztől. Nem mondom, hogy utálom, mert tök jó játék, de na, szóval most örülök neki, hogy kimarad majd pár nap. Mert már most kezdtem így belefáradni, belefásulni a folyamatos feladványokba. Meg hogy állandóan talányokat kell megoldanom. Ezt ki tudja robbantani egy olyan monster? We have the right monsters for this. Igen, sajnos ez nincs megfelelő monster. Same near, but let's look around. Jó, nézzünk szét. Valahol valamilyen eszköz van, amivel ugye ezt nekünk fel kéne itt oldani. Itt egy chest. Gondolom ebbe lesz. Igen. Minő meglepetés. Ez itt noting, az szint úgy. Ha szaladoznak valamik. Ott egy blue kutku. Most pedig stealthelünk. Tök jó. Burn ointment. Nagyon jó, mert így nem kell harcolnom velük. Bár, megmondom az őszintét, lehet, hogy kéne vele harcolni. Kéne vele harcolni, hogy fölmenjen ennek a monsternek a szintje. Time to fucking battle. Azt nem tudom, hogy ezek milyen támadással támadnak, de ha jól tudom, akkor technikallel. Hát próbálkozunk egy technikallel, nézzük. Nem ez ellen, nem ez a jó. Hey. Hey. Switch weapons? Így, így. Nézzük egy Cataclysm Sword-ot. És nézzünk egy... Nézzünk egy technical attack-ot. Nem tudom, mivel támadnak ezek, sajnos. Intense Shining Blade. Köszönöm szépen a követést, üdvözöllek a csatornán! Most már te is a mi kis csapatunkhoz tartozol. Minusz egy Jaggy. Csapjunk össze vele? Ó, ne! Á, végül is jó van ez így. Megöljük így is, ja. Kívánsatoltuk. Uhú. Oké, minusz egy Jaggy. Oh, you bitch. Le kell cserélnem ezt a monstert, mert direkt őt piszkálja. Direkt őt piszkálja. Jöjjön le a rán már. Jöjjön le a rán már, mert ez így nem lesz jó. Nem lesz jó. Azt mondja, hogy speed attack. Akkor szerintem mi is toljunk le egy speed attackot. Ja, ez jó ellene ez a fegyver? Nem tudjuk. Technikölt nyom. Sajnos ezt elcsasztjuk. Aha, ez nem jó ellene. Nem jó ellene, akkor hogyha technikölt nyomott, akkor Power Monster kéne, úgyhogy ezt le fogjuk cserélni és hozunk helyette. Lehozzuk a kucut. A Bulldrome-ot. Gyere, légy szíves. Let's do this. És akkor nyomunk kettesben egy Power Attack-ot. Ja, várjátok, nekem le kell cserélnem ezt a fegyvert egy Blunt-ra, mert ezek szerint egyik se jó ellene, ami most nálam van. Jó, lássuk így. Power. Let's do this. Valamit dobott. 302-es kritikál. Shit. Hát nyomjuk. Ennek vége. Az bye bye.
Sosem gondoltam, hogy ennyit kell taktikázni. Hát, senki nem gondolja egyébként. Ezt már nem először hallom, amúgy. Nem először hallom, hogy valaki azt mondja, hogy nem gondolta volna, hogy ilyen sokat kell taktikázni ebben a játékban, pedig ilyen sokat kell taktikázni ebben a játékban, srácok. Tehát tényleg, amúgy tényleg sokat kell. Akár hiszitek, akár nem. Tehát amúgy ennek a játéknak iszonyatosan nagy taktikai mélysége van, ami zavaró lehet az embereknek, hogy ugye azt hiszik, hogy ez szerepjáték. Pedig nem. Egyáltalán nem szerepjáték. Semmilyen szinten nem szerepjáték. Nincs döntésed. Ez csak egy sztori. Tehát ez egy teljesen, úgy is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen olyan, kb. Annyi sztori van benne, olyan a sztori, mint egy koridor shooternek. Te csak menni kell előre, és adja magát a sztori, abban neked nincs döntésed. De nyilván jóval okosabb, mint egy koridor shooter. Csak értitek, hogy ott egy chest, és azt nem vettük. Ja, mert nem tudom, igen, mert nem tudom felnyitni. Itt egy palomulumulumulumulú. Hát azért én most nem fogok megállni itt verekedni, ha nem gond. Nézzük, milyen itemeket szórtak el itt nekünk. Egy gemba. Nitrous room, nagyon jó. Ott is egy gemba. Az is egy nitrous room. Az is nagyon-nagyon jó. Fogadjunk, hogy stone lesz benne. Hi Property Boy, köszönöm szépen a követést. Üdvözöllek a csatornán. Hello, hello. Intes Jenly, köszönöm szépen a csírt. 83 néződ van. Köszönöm srácok az infót, bár én nem szoktam nézni, de köszönöm szépen. Örülök neki. Ti vagytok ilyen sokan, nem én. Én nem tudok ennyien lenni. Ez nektek köszönhető. Bump. Mert hogy itt egy chest. Ó, hát ez egyértelmű. Ajaj. Itt vannak már durva arcok, lehet, hogy nem is erre kéne jönni. De kár, hogy nekem nincs Legiánám, nekem is kéne egy ilyen Legiána amúgy. Nézzünk el erre, itt még nem voltam. Jó, de itt tök mindegy, merre felé megyünk, gondolom. És a szárnyain trappol, iszonyatosan király. Hát döbbenet. Antidote. Na az, amit semmire nem használunk kb. Majd fogunk, hogyha olyan monsterrel találjuk szembe magunkat, akkor majd kell. Megint tök jó lenne, ha lenne olyan nálam, akivel tudok mászni, de nincs. Na most eljöttünk stealthbe. Ez is egy drawbridge lever. Akkor ezeket kellett volna itt szedegetni alapvetően is. Aha, nem esett le nekem, hogy ez a mission. Shit. Aha. Látom már, hogy merre kell menni, jó? Ide. És itt kell ezt meghúzni. És itt tudunk majd tovább menni. Igen. Fél nyolcig tart a stream. Ezt megöljük. Ezt megöljük, mert ennek ebből kell a gír. Ez egy nagyon-nagyon jó fight, srácok. Ez egy nagyon jó fight. Majd ezt a monstert le fogjuk cserélni, de ez tényleg egy iszonyatosan király fight. És van vele kettő Jaggy. Ezt le kell bontani amúgy. Na várjatok egy picit. Azt mondja, a Jaggy-ket szerintem először power-rel kéne leszedegetni. Már is cserélünk weapont. A Cataclysm Sword-re.
És a Jackie-ket le fogom innen szedegetni. Mondom a Jackie-ket. Úgy-úgy. Csapjuk le. Azt a mindenit neki, mekkora damage. Áú. Speed attack-kal jött nekem, akkor technikát kéne amúgy rajta használni szerintem. Jaja. És nézd meg, nem tudtam megölni. Ez egy nagyon hosszú fight amúgy a Besarios ellen. Ne! Aaaaah. Ezért kár amúgy. Az 70. Jó, a Jackie megvan. Koncentráltunk a Besariosra. Először is vágjuk le a farkát szerintem. Meghaltam. Ajja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 jj
lehet orvérzési karonél feleszteni, ugye? Igen, de nem olyan magas szinten, mint a Rise-ban. Nem olyan sok minden van amúgy. Tehát itt azért kicsit könnyebb dolgod van. Itt is kell egyébként, de nem olyan agyalágyult módon, mint a Rise-ban. Iris Kauszenika, köszönöm szépen a követést, üdvözöllek a csatornán. Alapvetően úgy néz ki a dolog, hogy ha várjunk, ez power attack kéne. Ezt cseréljük le, ezt a narga kukát. Úgy néz ki a dolog, hogy ugye mivel 6 fegyver van, így már is ugye az optionok ugye kicsit kevesebbek, hogy mit kell még fejleszteni. Minden monsterből van abotus csinálni páncélt, de csak 2-es szintre tudod upgrade-elni. Tehát hogy nincs az, hogy upgrade-elheted 22-es szintre, meg 30-asra, meg ahhoz egyféle item kell, meg még egy item kell, meg arénába kell járni, meg event questet kell csinálni, meg a mappon elrejtve fönt vannak ilyen malackák, azokat kell megölni, aztán utána el kell menni a ruinsba, ott meg kell verni a, mit tudom én, a Bezelgúztanak le kell csapni a farkát, és akkor a farkát le kell, tehát ez nincs benne. Nincs ilyen agyonig bonyolítva. Ebben kicsit egyszerűbb, de itt is azért olyan, hogy mit tudom én, megfogod handheld üzemmódban a konzolod, ledőlsz a kanapéra, itt tudom én, iszol egy fél pohár sört, és akkor egy kicsit izélsz, farmolgatsz, de bármikor leteheted, bármikor félrelod, tehát semmilyen, nincs ilyen nyomás rajtad, hogy teljesíteni kell, hogy nagyon oda kell figyelni. Ezt a részét én nagyon nagyra értékelem ebben a játékban amúgy. Egyébként, ha most megnézed, pont neked mondom, Csodatilla, a Beseriosnak most látjuk a HP-t, mert Beseriosszal már fightoltunk, és nagyon sok információnk van róla. Tehát az ő HP-t már úgymond tudjuk, mert sokat tudunk róla, és úgymond a viselkedéséből már tudjuk, hogy ő most itt éppen hogyan, hányadán áll. Ez egy Rock Shield. Gyerünk, malacka! Come on! Azaz. Még nem ülünk rá a malacra. Ne! Shit! Rosszat nyomtam. Nézzük egy power attackot. Nézzük a télt. Ő is powerrel jön. Ó, de kár érte. Akkor speeddel kellett volna neki támadni, ez egy draw lesz.
Így viszont le fogunk esni róla. Nem esünk le róla, mert csak draw volt, és nem vesztettünk. Akkor viszont speeddel támadjunk. Nézzünk egy speedet. Nézzünk a térre egy speedet. Most viszont mi nyerünk. És megvan a farka. Azt lecsaptuk. Le kéne még csapni róla valamit, hogy legyen szívesen Csoda Tilla, ugyan már. Hát ez csak ilyen alapinfók. Nincs már sok HP-ja. Lehet, hogy egy kinship skillt be kéne nyomni. Most level 2-es. Amikor azért az nem kevés, az az 1/4 HP-ja még. Minden nyomjuk be. Mit tudnánk letörni? A hegye fullon van, meg a stomach is. Hát akkor nézzük a headet. Nézzük, mire megyünk vele. Szerintem power attack-ot kéne csinálni, mert most nem enrage-el. De jó-e a feje ellen a slash damage? Mert azt még nem tudjuk. Na nézzük meg. Hát ez nem fog kiderülni. Na aztán meg fog halni. Nem jó. Át is húzta. Mask Brax, köszönöm szépen az infót. Örülök neki, hogy itt vagytok amúgy. Pláne, hogy ennyien. Jó, rájult a Legionára, úgyhogy ez innentől kezdve win, amúgy, csak mondom. Viszont ez a weapon nem jó ellene, akkor váltsunk a Venom Monsterre, nézzük meg akkor a Blunt weapont, hogy mit tudunk vele kezdeni. És akkor szerintem Tempting Stone, köszönöm szépen a követést, üdvözöllek a csatornán. Nem csapjuk a fejére, nem? Hát, ha le tudjuk, Poison Gas. De nem fogja tudni elkasztolni, mert a Legionának a kingship skill az iszonyatos. We did it! Nagyon-nagyon kellenek az ő itemjei egyébként. Igen, sajnos, hogy ugye elfut. Ezért nem az első eset. Mindjárt megpróbáljuk üldözni őt egyébként. Narga Kuga megtanulta a Spike Bombot. Ugye ez az, amikor a farkát ugye felhúzza a feje fölé és így kilövi maga elé. Ugye, aki a Rise-al játszott, az tudja, hogy az egy magasabb szinteken az egy nagyon fájdalmas damage egyébként. Tehát javarészt 90% HP-t azt így elpárologtatja egy ilyen szempillantással, majd utána rádúrk és azonnal meghalsz. És ez mind körülbelül olyan a másodperc töredéke alatt történik. Oké, hova futott a csávókám? Ide futott be? Ha beszeri, az nem. Megyünk utána, srácok, ha már fájtoltunk vele, menjünk vele, menjünk utána. It out cold, let's try not wake it, it needs beauty sleep. Megmondom szintén, hogy nem akarom hagyni aludni. Nem, szeretnék vele harcolni. Kimmy sleep, there's a really smack and it's 100% norm. Ah, ellopjuk a tojást akkor. Ezt szeretnénk, igen. Ez egy jó tojás. Mert ugye elég nehéz, meg büdös is. És a büdös tojást szeretjük valamiért. Ne kérdezzétek miért. Monster Hunter Stories elmélet. Ó, de nem leave-elni kellett volna, bro. Menjünk csak vissza. Na, ez egy nagyon nagy farkas hiba volt, amit most csináltam. Ez óriási hiba. Ilyenkor ez a den, ez úgy jelenik meg ilyenkor, hogy ugye látjátok, itt nincs den. De ha legyőzöd a Beszerioszt, akkor úgymond visszavonul a vackára, és ilyenkor be tudsz menni a vackára. De ha csak kihozod a tojást, akkor a Beszerioszt már nem tudod legyőzni. Nem olyan nagy probléma, mert egy csomó itemet kaptunk az előbb, de ha le akarod őt győzni, meg akarod őt ölni, akkor, vagy el akarod fogni, mert ugye el is lehetne fogni, akkor bizony szükség van arra, hogy ilyenkor mi, hogy ne leave-eljetek, hanem csak úgymond a tojást kikülditek, és aztán visszafordultak rá megverni őt. De na mindegy. Ez farkas hiba. Ez már nem először fordul elő egyébként. Hát srácok, megmondom őszintén, hogy ez a játék amúgy jól néz ki alapvetően. Nem néz ki ez rosszul. Nem azt mondom, hogy ő gyönyörű, de esztétikus azért. Mind a három engem támad.
Hú, de szeretlek titeket. Akkor cseréljünk weapont méghozzá, akkor jöjjön a Cataclysm Sword. És nézzünk egy power attack-ot erre a kis köcsö, vagyis erre a kis jaggire. Természetesen defeat. Meg fogok halni amúgy, ha mindenki nekem jön. Hajjaj, srácok! Hajjaj! Úristen, épp hogy túléltem. Hát poti. Ez poti. Nem tudok már csinálni, ez poti. Különben meghalunk, egy civil maradt amúgy. Ha ez neki, akkor egy ilyen buff. Aja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 j
Na jó, spike bombold le. Én nekem meg healelnem kell. Most az antidote az nekem nem lesz jó. A player guard requires more HP and raises attack for 5 turns. Muscle meat. Immunizer. Azt mondja, a medicine that boosts natural recovery, it restores an ally HP for 10 turns. Cures all of skills here, terms and protects from... Nem. Flash, release blast the blind, his chance to inflict blind on an enemy. That's just, it's just chance. Attack and crit rate. Aha. Jó, ebből potion lesz, srácok, mert a következő potion, vagy a következő dotra, amit ugye benyelünk, arra meghalnék. Azaz. Ó, ez effektív. Egész effektív. Antidote. Nem tudok mit csinálni. Hát ez nem igaz. Nem tudok megmozdulni. Csak életben tartom magam. Megint csak engem támad. Ez hülye. Potion basszus, hát nyomjad. Sárpenelte a blédjeit. Na jó, most már nem hílelem tovább magam, elég volt, kitámadunk. Ez nem bírom tovább a hülyeséget. Jó, egy speed attack-kal le tudom gyűrni a power attack-ját amúgy. Nézzünk egy télt. Meghaltam. Ez sajnos azt jelenti, hogy a faluban kezdünk. Ilyenkor. Minden eddigi cucc, amit felvettünk, az nálunk marad, meg minden lenyitott dolog is velünk marad, tehát ezzel nincs probléma. Akkor maradjon a luck. Sztoljuk be ezt a prayert. Úgy. És... Aha. Jó, mindegy. Megpróbálok közel utazni hozzá, bár nem találtunk ilyen katavánt. Na mindegy.
Menjünk be a Rocky Hillbe. Nézzük meg. Nem baj, hogy itt kifelé mutatom úgy, mert itt vagyunk közel hozzá, csak azért utaztam ide. Slit Tiles, köszönöm szépen a követést, üdvözöllek a csatornán, hali-hali! Hali mindenkinek itt a chatben egyébként, aki most újonnan jön. Próbálkozunk itt, mint malac a jégem. Itt van is egy chest. Ja, de azért fel kéne mászni. Bő. Ilyen Everdeen-eket kéne amúgy nyomni bottle cap-ekért, hogy minél erősebb cuccokat ki tudjak hozni, meg amúgy kellenének a receptek. Majd meggondolom, hogy kéne ezt elsőbb, mondjuk azt nagyon megéri farmolni, ezeket az Everdeen deneket. Amiben ugye vannak ezek a bottle cap-ek, ez ugyanúgy néz ki, mint amikor amit az arénába kapsz a normál Monster Hunter-ökben. És azokat nagyon megérné farmolgatni. Na én akkor most benyomok itt egy stealth-et. És itt most mindenen átmegyünk. Nincs kedvem itt mindenkivel leállni, harcolni. Mondjuk annyi, az jó lenne, itt lenne a Beszerios, mert akkor még egyszer meg tudnék vele vívni. Esetleg. Tényleg a Beszerios-tól ellopott tojás. Abból lesz egy kicsi Beszerios. Azt nagyon bírnám mondjuk. Azt nagyon bírnám. az jó lenne, az ütne. Tröcs, 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 tröcs. Ott van egy csont, azt mindenképpen felvesszük. Ez szinte az összes crafting receptnek az alapja. Merre vagyunk már? Itt voltunk az instának majdnem a végébe. Ezekkel is nagyon jó harcolni, ami itt van mellettem, amúgy ezekkel is baromi élvezetes a fáj, csak az a baj, hogy nagyon sok van belőle. Egy idő után már azért a könyöködön jön ki a történet. Kicsit olyan érzésem van, mintha ilyen alapmonster lenne, pedig a fight nem valami rövid velük, úgyhogy ez kicsit ilyen furi, hogy ilyen sokat tettek bele. Na de hát ne nyígjunk mindenen azért. Ez egy Beszerios-e. Minek mentem neki? Valami történt? Ez egy Beszerios. Akkor fájtoljunk meg vele még egyszer, nézzük meg. De nekem power attack kéne, és azzal kéne ezt leszedni szerintem. Nem! Ah. Technikallel kellett volna, mert most ezt veszítjük. Jó bécs. De miért nem a Jackie-ket öli ő is, vajon? Hogy ez AOE damage? Na ezt viszont nem tudtam, az viszont nagyon jó dolog. Ó, a Nagakuha meg fog halni. Jó, Jackie-t szedjük le. Meghalt, jó.
Ugye, hogy nem én kaptam be azt a damage-et. Na jó, most kéne nekem a Super Redstone. Ugye nem fog megölni. 42 HP-n van. És a szörnyem is meghalt. Tehát ez azt jelenti, hogy 2 HP-t veszítettem amúgy. Ami egy csoda. Télt kellene támadni, csak azt nem tudom, hogy mivel. Powerrel. De akkor ezt a monstert le kell cserélni. És hozni kell helyette a kucut. Gyere csak. És akkor mind a ketten power attackoljuk a télt. Ezt nyerjük. Még nem rájdolunk. Majd rájdolunk később. Még most ráérünk rájdolni. Még nem. A télt azt le fogjuk törni amúgy. Most az az... Aha, igen, az drop. Nagyon jó. Most technikás atakja lesz, és innentől speed atakokra van szükség. Viszont a speed attackhoz meg kell nekünk másik monster, még hozzá a Ranmar. Úgyhogy ide hívjuk a Ranmart. És egy közös speed attackkal szerintem szétverjük itt a télt. Gyerünk. Ez teljesen ineffektív rá, de viszont nagyon jól sebez. Speeddel támadunk mind a ketten, szerintem itt most lesz egy közös, az viszont egy power attack lesz. És az nekünk jó. Azt le is győztük így. 299. Nagyon jó. Rá is tudnék ülni, üljünk rá. És akkor nyomjunk egy kinshipet, és akkor azzal szerintem meg is tudjuk ölni. És talán a télt is le tudjuk vágni. Velocicrash. És most nem menekült el. Ezeket a Master neveket mind fejből tudod? Aha! 2013 óta Master Hunter azok. Hát azért ennyi idő alatt azért már meg így rögzül az ember fejében. Igen. Nem egy nagy dolog amúgy, higgyétek el. Nem egy nagy cucc. Az ugyanolyan, mint amikor például a WoW-ban tudod az adott instának az összes nevét. Tehát, hogy így ez nem egy nagy... Nem egy nagy történet amúgy. Egy idő után megjegyzed. Meg általában az szokott lenni, hogy visszatérő vendégek vannak minden Monster Hunterben. Na, ezzel még egyszer nem harcolunk, ez a szia. Ezt köszi. Vájtok, ott van a Monster Dennye. Menjünk csak vissza a tojásáért. Stealth-et szerettem volna. Nem harcolunk vele. El fogunk futni amúgy. Elfutunk. Runaway. Avistrom nincs. Avistromingle nincs. Nincs ilyenkor minusz. Egyszerűen csak elfutsz ennyi. Nem vállalod be azt a fightot. Nem büntet meg érte a játék, mert az a helyzet, hogyha még ezzel is büntetne, az gáz lenne. Tehát, hogyha az lenne, hogy most minden monsterrel állandóan meg kell vívni,
az amúgy nagyon-nagyon rossz lenne. Tehát gondold el, hogy véletlenül beleütközöl egy szörnybe, jó, megküzdesz vele. Mit, hogy elnézel jobbra, véletlenül nekifutsz egy másiknak, azzal is megküzdesz aztán megint, tehát akkor egy idő után már úgy kapcsolják ki majd az emberek a játékot, mint a fuzat. Ez egy ilyen könnyítés, hogy figyelj, nem minden fightot kell megvívni, nem az összes harcot kell neked megnyerni. Nem ritkaság, az a baj. Kéne egy másikat keresni. Talán még egyet? Jó van, menjünk innen. Menjünk, mert felébred. Remélezzük, hogy kicsi beszeliosok lesznek, azt nagyon bírnám. Gyors kick heal. Quick, bocsánat. Jó, na. Szóval, srácok, elsőre jutunk el ideig. Nézzük, hogy hogyan alakul tovább a történet. Miről szól a játék? Ja, a Mountain Harzagira kell fölmenni, igen, ezt el is felejtettem, de csak azért, mert olyan gyorsan jöttek az infók. Szóval. Közben majdnem maxos... Uramisten! Hát ezt lehet, hogy tökösen meg kéne vívni, nem? Ez egy Durambaros. Hú, ez egy nagyon kemény fight amúgy. És először a télt kell leszedni, mert amikor tél spinel, akkor az egész partit sebzi. Power attack-kal jön. Ehhez viszont speed attack-okkal kellene mennünk, úgyhogy nekem speedmaster kell. Te tudsz-e, nem, akkor viszont le kell cserélnünk, és akkor jön a helyére Run már. Ő tud speed attack-okat tolni. És nézzük csak a tél ellen ez nagyon jó. Akkor nyomjuk a tél, srácok, mint az állat. És defeat-el Alvin. Man. De ők miért nem a télt ütik? Ez amúgy, én szerintem amúgy rossz, hogy nem lehet a csapat. És ő, tehát értitek? Én ütöm a télt, meg az én monsteröm, a Legiana üti a gyomrát, az Alvin meg nyomja a fejét. Vagy a karmait. Ez egy közös tél lesz. Ezt mi nyerjük. Ez egy double deaction. Páf! Így hívja a játék egyébként. Nyomjunk el egy skillt, egy... Ne nyomjuk el a skillt, tudjátok mit? Ne nyomjuk el a skillt még, majd elnyomjuk később. Még most nem nyomom el az első skillshotomat, még az korai. Igen, most fogom elnyomni, mert most már kettes szintű itt mellettem. Itt fogjátok látni amúgy. Nagyon-nagyon mélyeges. Kúva mérges. Na várjatok, ha ő nagyon mérges, és eddig speed attack-kal támadtuk, mert hogy power attack-ot nyomnod, akkor most technikásat nyom, vagy speedet vajon? Nyomjál egy killer strike-ot oda. Meg nyomok egyet szerintem én is. Nézzük meg. Tél ugyanúgy. Technikát nyom. Akkor ide power attack-ok kellenének sajnos. Ezt el fogja veszteni. És ez iszonyatos damage lesz. Cserélnünk kell Monstert és vissza kell hozni a kucut, mert ő viszont tud power-t. Egyrészt ő nyomja, én meg nyomok most egy skillt. Miért nem tudok skillt nyomni? Hey! Na mindegy, akkor menjünk a térre mind a ketten.
Az az. Tudunk ride-olni, meg tudnék... Nem tudok, de miért? De miért nem? Miért nem tudom használni ezeket, amikor fullos? Spinning Meteor. Swing your hammer and crush one enemy. Very heavy impact on monster parts. Nyomjuk el akkor ezt, srácok. De akkor ne a térre nyomjuk el, hanem nyomjuk el mondjuk a Lex vagy a Buddy-ra, és akkor törjük szét a Buddy-t. Vagy nyomjuk el a térre. De a télt azt úgyis letörjük róla. Akkor nyomjuk el a Buddy-ra. Az fájni fog. Neki. Aha, le is törtük. Ha most letöltem volna a farkát, akkor ezt a damage-et nem tudtam volna betolni amúgy. Visszaváltunk. Visszaváltunk. A Ranmarra. Mert innentől megint speed kell neki. Speed és a farkát üssük le. Nagyjából mindenét letörjük amúgy. Még a körmét kéne leszaggatni. De itt szerintem le fogjuk tudni. Kinship skill, és akkor mehetünk a legsre. Na, milyen rank lett meg vajon? Venom Blaster a pukájnek, szuper! S-rankra megvan. Ez mondjuk tök jó. Ebből lehet azt az iszonyatosan durva páncélt csinálni amúgy. Ebből a monsterből, ami így ilyen ezerféleképpen áll ki belőled, az nagyon durván néz ki. Jó, HP-t feltöltöttem. Már csak azért is. Ott egy gyors utazási lehetőség, ahhoz viszont le kéne ugrani. Ott lent. Halikali. Na. Jaj, de be kell menni. Jaj, de cuki, ilyet még nem találtam. Some fearless felines have burrows hidden in warrior's location. Instead you find half of felines, you can restore your HP or heart.